régi hagyomány, hogy a fehérvári kórusok együtt ünneplik az október 1-i világnapot. Az idei programban is több százan működtek közre. Összesen 20 gyermek és felnőtt kórus tagjai adtak műsort. Itt vannak a középiskolás kórusaink, itt vannak a felnőtt kórusaink, aztán ott egy kicsit mögöttem ott van a Kodály, a pici gyerekek kórusa, itt mellettem az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Hát ez Székesfehérvár, nagyon gazdag zenei élettel. A fellépők között voltak zenei tagozatos iskolák növendékei, hivatásos, valamint szabadidőben éneklő felnőtt kórustagok is. De zenéltek a fehérvári zenekarok, és megszólaltak komoly zenei és népzenei darabok egyaránt. Egy olyan névvel összeállítást hoztunk, ami rendkívül izgalmas, érdekes, egy délalföldi összeállítás lesz, egy délalföldi oláhos, ezek ugrós dallamok, hallgató, lassú és friss csárdás lesz. Ennek a különlegessége az, hogy megszólal benne a délalföldre jellemző hangszer, a tekerőlant, mi több nem is egy tekerő, hanem egyszerre 4 tekerő fog megszólalni. A legtöbb mű, ami az ünnepi programba bekerült, nem egy-egy szereplőtől szólalt meg, hanem több kórus közreműködésével hangzott fel, élő zenei kísérettel. Együtt muzsikálunk, és nem is akármiket, Bartókokat, Bartók egynemű kórusokat fogunk most kísérni. Aztán ugye Liszt év kapcsán még Liszt csodálatos második rapszódiája fog fölcsendülni, és hát Liszt év kapcsán a Krisztusból egy közös ének lesz záró akkordként. És az azért nagyon fontos, hogy itt ennyien együtt vagyunk, mert azok a pici gyerekek, akik talán most ebbe a nagy kórusba nem tudnak bele kapcsolódni, lesz egy emlékük, ha csak 10-nek, 20-nak, aztán jövőre megint 50-nek, 60-nak és egyre többnek. A szervezők arra törekedtek, hogy az ünnep a zene közösség kovácsoló erejét hangsúlyozzák. Azt remélem, hogy a legjobb formáját nyújtja minden együttes, kiskórus, nagykórus, gyerekek, felnőttek, táncosok. Ez a zenei világnap tulajdonképpen fehérvári hagyomány szerint egyfajta keresztmetszet, egyfajta felvonultatása azoknak az együtteseknek, amelyek itt magas színvonalon működnek, sok-sok év óta a városban. Ők fognak ma este itt bemutatkozni. Ahogy ez már hagyomány, átadták az év kórusa díjat is, amelyet idén a Kodály Zoltán Zenei Általános Iskola és a Teleki Blanka Általános Iskola, illetve gimnázium kórusa érdemelt ki. A Fricsai Richard zenei díjat pedig a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának helyőrségi zenekara kapta.